Na, szóval akkor nézzük, hogy mink van egyáltalán. Az égvilágon semmi. Szóval jelenleg talán a legokosabb dolog, hogy megnézem a térképet, hogy merre fele tudok, bocsánat, igazítok magamon kicsikét, szóval megnézem, hogy hova tudok menni és hova nem. Elvileg a lépcsőn még nem voltam, szóval akkor telibe a hátam mögött, arra el. Totál úgy hallottam, mintha valami szmöre lett volna már megint, basszus, de nem. Hál' Istennek nem. Itt van valami, vagy nincs? Nem? Most akkor már van a lépcső? Benéztem? Nem, elvileg jó felé jövök, csak itt nekem balra kell mennem, és arra keresztül. Jó. Ja, mindjárt itt vagyok, oké. Azt az ajtót megpróbáltam én, vagy nem? Megpróbálhatnám, de igazából teljes mértékben fölösleges. Lefelé. Big fucking gödör. Jó, oké. Akkor nem lefelé megyünk. Elvileg élettöltöm, azért deka nincs, ugye? Jó számolom? Egy darab Helldrink. Szarra se jó. Semmire. Aha. Rosszul láttam, azt hittem, hogy ott látok valamit, de nem. Nem. Bukó. Itt meg mi van? Nézzük csak, azt mondja, hogy... Ó, hogyan táncoltunk. Röpködtek a karjaink, a testünk tökéletes szinkronban. És a zené... és szólt a zene, de bármilyen táncban eljön az idő, amikor valakinek vezetnie kell, és a zene hangosabbá válik, és hangosabbá dübörög, átszúr. Aztán a csend. Semmit nem értettem ebből, de biztos így van. Jó, tök jó. Tök jó! Össze lett firkálódva. Fuck. Azt hittem a slozin ül. Ugye rosszul hallom, hogy van valami. Remélem rosszul hallom. Rosszul hallom ezt szerint. Ja, hogy így, oké, értem, tehát akkor valami eszközt kell használni rá. Nem tudom eldönteni, hogy vizet hallok, vagy mi az Istent hallok, valamit hallok. Aha, itt valaki van. Csak tudnám, hogy ki. Miki, még magammal cseszek ki, mert semmit nem látok itt. Beindult a móka. Ott vannak a szemétládák, jó van, akkor király. Ott meg elvileg semmi. Ha igaz, ha igaz. Nővérke drága! Bocsásson meg, elnézést, most már lát engem, szevasz! Bazd meg már, ez is itt van! Hál' Istennek egyszerre csak egy tud jönni rám. Bazd meg már, nem igaz! Oké, eddig jó, eddig jó. Pak, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Ez very fucking nem jó. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Tököm. Jó van, akkor legyünk agresszívak, oké? Ha már szemétkedik velem, akkor szemétkedjünk vissza. Na, ki az? Mi az? Hol van? Te féreg, szevasz! Nem, nem, nem. Pexel. Na most, hogy ennek mi... Nem, 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 nem.
Nem azt akarom ütni a másikat, haverját, jó? Azt a pöcsöt ott. Nem. Szevasz, te fasz! Na végre, ez az. Oké, és úgy látszik a szerencse most kivételesen nekem kedvezett, mert falnál voltunk. Az mi? Legyél élettöltő. De nem az. Tököm már komolyan. Jó, szóval akkor... A D3-on elvileg átjöttem, tehát akkor most pedig itt vagyok ezen az oldalon. Mehetek a D2 felé, vagy... Ugye ez tök nyitott az egész, jó. Fölöslegesen jöttem ide, mindegy. Akkor igazából erre lefelé tudok jönni. Jó. Azt hittem már, hogy itt voltam bakker, így hirtelen felindulásból, itt tele van hullákkal. Hogy voltam itt? Ja, voltam itt, banyek. Oké, innen indultam. Jó. Akkor ez nem jó ötlet. Akkor D1, D2-t nem is tudom megnézni, mert le vannak zárva. Ja, határozottan úgy tűnik, oké. Teljes mértékben úgy tűnik, jó. Akkor csak ez marad nekem, hogy erre fele tudok jönni, ugye? Tehát, hogyha itt én bejövök, azaz semmit nem érek az égvilágon. Ha csak nem hagytam itt még valamit pluszba. Azt el tudom képzelni egyébként. Mondjuk nagyon valószínű, hogy tök fölöslegesen jöttem idebe és rugattam szét a valagamat, na mindegy. Hidroterápiás szoba elérhető, nem? Ah! Ez kell nekem, köszi. Jó, szóval akkor. Hidroterápiás szoba nem elérhető. Surgical chair. Valamit menet közben elhagytam. Tuti Isten, hogy van valahol esetleg egy fal, amit át lehet ütni, vagy... Mondom én! Aha. Ja, oké. Lássuk meg! Remélem 800-an lesznek itt. Még nem hallok semmit, szóval teljesen jó. Hogy itt egy létra van. Francba. Az nem jó hír, az azt jelenti, hogy akkor most megint el fogok tudni menni egy olyan helyre, ahova nem szerettem volna. Banyek! És már hallom, hogy flutykolnak. Azt sem tudom, hol vannak. Na, itt biztos is te, hogy szétrúgják a valagomat. Szerintem elfutok a végébe, aztán meglátjuk, hogy ki jön velem, jó? Jó, hogy itt ilyen csend van, oké. Ott láttam valami lábat, ha jól láttam. Nővérke, drága. Szevasz! Na, bazd meg! Nem! Felejts már el! A savas tepedék! Oké. Ez nem jó. Nem baj, igazából még élünk, az a lényeg. Bár szarul állok, kontrollerem is sárga. Na, mi van ott? Szerintem nővérke, meg még valami. Azt nem tudom, hogy van esetleg valami, amit elhagytam menet közben, vagy nem? Szerintem én itt elmegyek visszafelé körülnézni, biztos szekrény esetleg. Ezeket meg nem tudom, ja, az nem is szekrény, basszus, az valami ajtó, vagy nem tudom mi a franc. Banyek, van itt baj? Van itt baj, bőven. Itt jöttem le. Erre felé mi van? Semmi.
pantry, restroom, itt lesz egy slozi, elvileg. Valahol. Na bazd meg! Nem. Te féreg. Csapd le. Megérdemelte, oké. Hú, baszod. Minek jöttem be ide? Minek? Mi a francnak jöttem be ide? Semmi. És itt mik vannak? Oké. Restroom, pharmacy. Oké, eddig jó. Biztos, ami tuti. Valamit még hallok, szóval valaki még bújik el, azt tuti isten. Vagy azt hallom, basszus, ahogy az a szarkupacot csöpörög, vagy nem tudom. Jó, okés. Lőszer, mindig jól jön, mi ez? Ah, legyen benne. Hát, nem ezt akartam, kisebbet, de mindegy. Jó. Azért megérzem basszus, tehát hogy amikor már kicsikét durvul a helyzet, akkor már azért jobban figyelek én is. De tényleg. Jó. Elfogytak vala... Itt tudok olvasni, vagy nem? Nem. Semmit, ez csak valami menü. Jó. Jó. Elvileg ott ki tudok menni. Mi az anyád van? Megint ott van valaki? A nővérke drága. Nyugodjál már meg, láttalak, jó? Nyugi. Semmi gond, tudom, hogy ott vagy. Gyere elő. Gyere elő. Na végre, oké. Tudja, hogy vannak még itt, ez nagy terem. Mondom én, szevasz. Jó. Nem. Oké, köszi. Jó. Nem biztos, hogy jó egyébként, hogy ennyi pisztolylőszert használok, de muszáj egyszerűen. Tehát egy közel harcban 2-3 ellen az teljes bukta. Ott is van egy szemétláda. Oké. Tehát egy egyszerűen totális bukta, hogyha én most itt megpróbálok perekedni. Szekrényen semmi. Jó. Na, itt mi vár rám? Egész nyugis. Azt kell mondjam, hogy kényelmes. Mi az ott? Ez az. Oké, valami tárgy. És akkor, ha igaz, akkor... Merre fele? Hol van a lépcső? Ja, létre. Elvileg itt telibe szembe kimegyek, és akkor balra. Ugye volt egy kalapácsom nekem, most van egy ilyenem. Akkor elvileg, hogyha erre megyek, akkor itt lesz a létre majd valahol. Azt hiszem.
Aztán lehet, hogy benéztem. Ja, totálisan benéztem, akkor vissza. Errefele. Jó, ja, ott van, látom. Jó. Szóval ugye először használjuk egy kalapácsot, hogy leverjük a kezét. Gondolom, akkor ez a kettes számú, ezzel meg szét kell szurkálni. Jó. Egyszerűen jobban jöttem ki az egész budiból igazából, szóval ezt így értékelem. Erre voltam, nem erre voltam? Ezt ki tudom nyitni? Most hol van az a szar? Jobbra. Ott is vagyunk. Na gyere, barátom. Ezt mozgatni kell? Igen! Nem gondoltam, hogy a szemét kell szétbögdösni, banyek. Ezt nem gondoltam, francba. Lapis eye key. Ezzel nem vagyok beljebb igazából, ez mi az istennyila. Key decorated with lapis lazuli, it was hidden inside the medical dummy. Jó. Szóval akkor igazából nézzük a térképet. Mi volt lezárva? Ez nem volt lezárva, ezt letudtuk már, aki kipipáltuk. Ez a basement, hogy van basement is, csak oda még nem tudok menni. Jó. Elvileg van kettő darab lezárt ajtóm, szóval gondolom, hogy ha én most erre visszafele jövök. Hülye meg, ismeritek azt, amikor megnézitek, mennyi az idő és nem tudjátok? Na ez most pont olyan volt. Jó. Irány a lépcső. Na most itt pedig, ugye? Ja. Egy darab hely van, ahova még nem mentem. Ha jól látom, gondolom, oda kell majd az a jószág. De csak miután mentettem még egyet, jó? Tehát addig biztos Isten, hogy nem fogok menni sehova az égvilágon. Na, akkor nézzük a ma ajtót, hogy mi volt az, ami nekem kimaradt itt. Ja, elvileg itt a folyosó végén talán az volt. Csak nem ez a folyosó, mert rossz fele nézek. Ja, az a folyosó. Oké. Okay. Ha igaz. Nem. Totálisan benéztem. Ja, akkor megint csak nem erre tudok menni, ugye? Hanem keresztül itt a nővérkés részen elvileg arra fele. Csak akkor merre fele pontosan? Nem. Túloldalt, bocsánat. Túloldalt, oké, és nem jó. Akkor másik irányba. Elvileg, hogyha arra fele megyek, akkor ott telibe át tudok menni rajta. Vagy felé, bocsánat, felé. Nem erre. Ja. Valahol nem volt egy fal, vagy valami, nem? Totál úgy emlékszem, hogy valahol én kitörtem ezt a szart. Nem erre kell menni, határozottan. Ja. Valahol pedig tudja, hogy be tudtam még menni pluszba. Nem kellett nekem itt ekkora köröket tennem, nem? Vagy nem tudom? Nem tudom, már fogalmam sincs. Elvileg telibe szemből jöttem, úgy emlékszem. Aztán nem biztos. Most én itt balra nem fogok tudni elmenni, viszont arra meg igen. De azzal meg nem vagyok beljebb igazából. Akkor most az hova a tökönbe jó az a kulcs? Egy pillanat? Nem látom a... M2-ben mi van? Oké, okay. Akkor megyünk oda-vissza, jó? Akkor itt le, és jobbra, és egyenes, oké. Okay. Jó. Akkor visszamegyünk oda, és megnézem, hogy mi az istennyila van ott. Ezt már kinyitottam, ugye? Igen. Szóval akkor pontosan itt keresztül. Jó. És akkor oda elvileg be tudok menni, ugye? De miért volt ott egy kérdőjel? Mi az, amit elfelejtettem esetleg? Watch it go dark. Nem vagyok beljebb igazából, nem tudom. Nem tudom. Kettő!
itt semmit nem tudok csinálni. Nem tudom, hogy mi ez a kérdőjel, mi a franc van itt. Nem, oda világít, de... De miért? Túloldalon valamit át tudok variálni, vagy nem? Nem, elvileg semmit az égvilágon. Semmit. Nem. Ott voltam. Oké, C1-ben voltam. Igen, átnéztem, rendben, meg volt. Az M2-es, ami egyedül kérdőjelet mutat, de nem jövök rá, hogy mi a franc baja van neki. Az első emeleten... Igen, tehát ott végig voltam. Jó. Ott le volt zárva elvileg, szóval akkor másfelé nem voltam. Nem. Ide meg egyáltalán nem jutottam el, szóval igen. Harmadik emeleten mi van? Elvileg ott mindent átnéztem, szóval semmi az égvilágon. Nem jövök rá egyszerűen. Hadd gondolkozom egy picikét. Ja. Szóval, watch it go dark. Tehát nézd, ahogy elsötétül. És hogyha nem a kettesre teszem, hanem valami másra, akkor megint valami szemétládák megjelennek, vagy most nem? Ezzel már semmit nem tudok csinálni, bakker. Pedig nagyon nézett ott valamit, kedves Jámes, de... Most értem, ez egy kettes. Jó. Csak nem jövök rá, hogy ez mit akar jelenteni. Hát nem vagyok beljebb, gyerekek. És oda világít, ott látom. Igen, és... Így semmit nem látok. Ott felszedtem. Mi volt az, amit felszedtem? Ott nézzük csak. Azt mondja, hogy memos. Brookhaven Hospital. Nem. Nem ez volt. De miért lépek ki teljes mértékbe? Várjunk csak. Brookhaven Hospital. Nem. 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 Staff memo, nem. Valamilyen nagyon-nagyon beteg szarság volt. Nem ez volt. Valami memo volt, az biztos isten. Treatment room note. Nézzük csak. Nem ez volt. Ez amikor panaszkodik a csávó. Nem, ezen túl vagyunk. Napló, amikor megijesztettek rohadtul. Ott is van. Nem vagyok beljebb igazából. Valami a csappal is van. Várjunk csak. Azt mondja, hogy one year they've been watching me. Tehát azt mondja, hogy akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab ilyen cucc van, oké. Ott kettes van az órán, ugye? Tehát 6-2. Valamit még mutat. Lámpát, vagy mit? Nem. Szóval figyelj, amikor... Ez most nem tudom, mit jelent igazából.
Egyes az biztos, hogy benne van, azt mondja. Tehát egy év, elvileg, tehát gondolom ez lesz a másik kód, és akkor a harmadik pedig a kulcs, ami nálam van. Oké, lassan megfejtem, nézzük csak. Nem. Ez az. Nézzük csak még egyszer. Azt mondja, hogy tehát akkor a csap óra. Oké, tehát akkor az... Tremble every time that light falls. Na most az a helyzet, hogy itt ugye 6 darab csík van. Kettes van ugye az órán, 7-es volt először. Itt pedig ugye, amikor ugye elsötétül, mit kell néznem, amikor elsötétül? Duplán pislant minden alkalommal, tehát 2. Talán, nem tudom. 1-6-7-2, majd mindjárt kiderítem, jó? Mindjárt ki fogom deríteni, csak rá kell jönnöm, hogy hol az isteni lába vagyok, és mikor fogok visszajutni. Ja, nem erre, abszolút nem erre, semmilyen szinten nem erre. Erre talán... Anyád, ezt elfelejtettem, hogy itt van, baszki! Nem már! Hagyjál már békén, te féreg, baszki már! Na. Itt nem is voltam még bent. Azt a rohadt élet. Itt még nem is voltam bent, de szerint. Akkor valamit el is felejtettem valószínű. Hol vagyok most? L1. De itt voltam, akkor csak ezt eltévesztettem. Bassza meg most. Erre elpazaroltam egy istenverte izét. Élettöltőt. Mindegy. Szóval akkor most... Itt kifele. Jó. Nem erre? Elvileg itt és balra. De itt nincs semmi. Akkor most nem értem. Mindegy, akkor megyünk vissza, fuck. Rohadt életben. Frászt hoztam saját magamra, mert idióta vagyok. Mindegy. Jó, szóval akkor bemegyünk itt, és akkor elmegyünk balra szépen, jó? És akkor az úgy jó lesz nekünk. Jó, erre fele valahol. Ott is van, oké. Tehát akkor elvileg, ugye van nekem itt egy kulcsom, amit tudok használni. Ő az kiváló. Jó, és akkor ezt pedig megnézzük. 1-6-7-2? Nem tudom. Nem, 1-2-7-6. Nem. 1-7-2... 1-2-7-2 talán? Nem tudom. Nem. 1-2-6-2? Nem nyert. Nem. Nézzük meg még egyszer akkor, hogy mi volt ugye. A doksiban. Nem. Ez volt az a szép, oké. Tehát akkor... Igen. Jó, tehát akkor elvileg ugye azt mondja, hogy egy csap óra lámpa. Tehát akkor 1-6-2 valami, nem tudom, mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy az egy, elvileg ez a sorrend, 2, és akkor majd rájövök. 1-6-2-2 banyag, oké, duplán villogott a lámpa, kiváló. Kiváló. Jézusom, kacin.
Na, hogy ez mi, azt nem tudom. De valami érdekesség. Elevator button, tök jó, oké. Tehát akkor most már a lifthez is hozzá fogok tudni férni. Gondolom, ott lesz valami jóság. Azt mondja, hogy she's an angel no one knows only. Tehát ő egy angyal. No one knows only I can see the lady of the door. Tehát azt mondja, ő egy angyal, akit senki nem ismer, csak én látom az a hölgyet az ajtón. They cannot walk along her bridge of thread. They fall from the weight of their crimes. Nem tudnak végigsétálni a zsinórból készült, vagy a fonálból készült hídján, lezuhannak a bűneik súlyaiktól. Like bloated and ugly corpses, their sins, she devours them. Sin and sinner alike, she saves me, she is an angel. Azt mondja, hogy mint felpuffadt és ronda holttestek, a bűneiket, felfalja a bűneiket, devours them. Igen, tehát azt mondja, hogy a bűnt és a bűnöst egyaránt, megment engem, ő egy angyal. Köszönjük szépen, angyalka, nagyon-nagyon kedves vagy. És akkor elvileg a lift az pedig, hol a francba van, elevator. Nézzük meg, jó? Tehát remélhetőleg fogok tudni menteni majd még előtte. Elevator gomb. Meg is van, kiváló. Na most még mielőtt én tovább mennék, nem tudom, hogy mi az Isten fog történni, de féltem a seggemet, jó? Tehát maradjunk annyiba, hogy én most ide jövök is szépen, akkor itt fogom befejezni ezt a részt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon remélem, hogy élveztétek. Én biztos, hogy szétszenvedtem magamat egyébként, meg tényleg egyre durvább, hogy gyakorlatilag totálisan ki vagyok fogyva. Tehát teljes mértékben ki vagyok fogyva, én az összes létező gyógyítóból, szóval... Ja, ez izgalmas lesz, remélem jön egy boss, csak egy kicsikét így... megnyiszálja a nyakamat. Szóval, köszi, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha még jobban tetszett, akkor dobjatok egy kommentet, ha nagyon utáltátok, akkor mégiscsak dobjatok egy kommentet, és iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek meg, jó? Komolyan, különben nem fogtok értesülni a következő videóról. Szóval, köszönöm szépen a kitüntető figyelmeteket, legyen szép estétek, sziasztok!